18 ezer fő bevonásával országos vizsgálat sorozat indult hazánkban. Május 1-én négy orvosokat képző egyetem, a Szemelvejsz a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem, valamint a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével. Ezzel a speciális szűréssel arra keresik a választ, hogy mekkora lehet a koronavírus fertőzöttek valós száma, hányan betegedhettek meg eddig összesen, mennyire szerezhettek im a vírussal szemben, illetve hányan lehetnek a tünetmentes vírushordozók. Szerencsen május 5-én délelőtt végezték el a mintavételt. Szabó István és Rábai a NET Szerencsváros önkormányzat képviselői segítettek azoknak a személyeknek a felkeresésében, akikkel szűrővizsgálatot végző Debreceni Egyetemnek nem sikerült felvenni a kapcsolatot. Az önkormányzati képviselők felhívták a figyelmet a szűrővizsgálat fontosságára, és kérték a megjelenésüket, hiszen csak így biztosítható a reprezentatív felmérés pontossága. Délután mádon folytatták a tesztelést.